a Tiszató térségi fejlesztési tanács közreműködésének köszönhetően pályázatot sikerült nyernünk 250 millió forint értékben, amelyből két önkormányzati épület tetejének a megjavítását sikerült elvégezni. Gyakorlatilag ezek palatetős épületek voltak, és a funkciójukat nem tudták ellátni, illetve egy régebbi jégverésnek köszönhetően sajnos soha nem sikerült úgy megoldani, hogy ne ázzanak be ezek az épületek, tehát az állagmegóvás is rendkívül fontos volt. Az egyik egy turisztikai épület, a Füzes Panzió teteje volt, amelyhez egyéb pályázatot is sikerült nyernünk a kisfaludi programnak köszönhetően, amelyben a belső felújításokat végeztük el, de sajnos a tető azért az a minőségi szolgáltatást nem tudta lehetővé tenni, ezért nagyon szükséges volt a tető cseréje. Ez valósult meg az egyik projektből, a másik pedig az önkormányzatnak egy olyan régi épülete, iskola épülete, amelyből későbbiekben egy látogatóközpontot szeretnénk csinálni. Ennek is egy palatetős, 1929-ben épült épületnek egy palatetős szerkezete volt, és ezt cseréltettük le. Településképi szempontból is egy műemléki jellegű cserépfedésre, amely hosszú távon fogja szolgálni a településnek a turisztikáját és a település értékeinek a megóvását. Itt már elkezdődtek a munkák, látszik, hogy a rombuszpalával volt fedve, és ugye a rombuszpalának, illetve magának a palának a megsemmisítése is egy konkrét nehézséggel jár a kivitelezőtől is. 2020-ban fordult a Magyarország kormányához a pénzügyminisztériumon keresztül Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítségével, hogy olyan sok Tiszató térségi fejlesztés igény halmozódott fel a tanácsnál, aminek a támogatásával most már kezdeni kellene valamit, és akkor az a döntés született a kormányzat részéről, hogy a Tiszató térségi fejlesztési tanács kapja azt a megtisztelő lehetőséget, hogy dolgozzunk egy olyan pilot pályázati rendszert, aminek segítségével hazai forrásból az önkormányzatokat, kis és közepes vállalatokat, akár mikrovállalkozásokat, de akár nagyvállalatokat és állami szerveket is az adott formának megfelelő támogatás intenzitással, de hazai forrásból a térség szempontjából meghatározó jelentőségű fejlesztésekhez tudunk segíteni. És akkor született a döntés, hogy a tanács egy olyan pályázati rendszert állít össze, amely a minisztérium segítségével már hatékonyan tudja kezelni a pilot program segítségével 1,7 milliárd forint kihelyezését, és ebből 17 projektet, 14 kedvezményezetet tudtunk 2022 és 2024 között pályázati lehetőséghez segíteni. És most a megvalósítás szakaszában vagyunk, most vizsgázik a rendszer, jelzem, hogy ötösre, jelesre, és ez a jeles vizsga és érdemrend, az ahhoz, annak is köszönhető, hogy minden kedvezményezett érzékeli, hogy ez egy olyan lehetőség az odafigyelő kormányzat részéről és a térség országgyűlési képviselők, F. Kovács Sándor képviselőnek köszönhetően egy olyan lehetőség, amit hogyha most szabályosan megragadunk, és eredményesen felhasználunk a megvalósításra az önkormányzatok jelentős adóerőnövekedéshez, költségcsökkentéshez, a KKV-k versenyképességi előnyökhöz, a nagyvállalatok pedig régóta áhított gyermektáboroztatási lehetőséghez tudnak jutni, akkor a fenntartási munkákkal megbízott állami szervezet a kötivizik támogatása, a tó jó ökológiai állapota, a partmenti szolgáltatások, az infrastruktúra megújulás és más operatív programokkal való összekapcsolása, azokhoz való csatlakozás az a térség felemelkedését, harmonikus, kiegyenlített felemelkedését fogja szolgálni, és nem is beszélve arról, hogy 2025. január 1-től teljesen új területfejlesztési és településfejlesztési logika indul el a versenyképes járások tekintetében, és itt a Kunhegyesi járás és a Karcagi járás, ami szintén vagy a Hevesi járás, ami a Tiszató térségéhez tartozik, olyan megítélés alá esik, ami a komplex programmal fejlesztendő járásokat segítő forrásokon felül, akár további, immár a Tiszató mint kiemelt fejlesztési térségnek járó forrásokkal tudja segíteni ezeket a szereplőket a különböző projektek megvalósításában. Számos olyan ötlet és javaslat vár még megvalósulása, ami szintén ugye ezeket a pályázói köröket, tehát önkormányzatokat, mikro, kis és közepes vállalkozásokat, akár nagyvállalatokat és állami szervezeteket is segíthet.
és az a pilot, ami most a vizsgázás során bizonyította, hogy képes további források kezelésére, akár újabb keret tekintetében, újabb keret felhasználásával, de 25-től folytatólagosan tudja segíteni a fejlesztéseket, nem fognak megállni a fejlődésben a települések. Egyszerre nő a térség turisztikai vonzereje, gazdaság egyszerre élénkül, és az önkormányzatok egyszerre válnak adóerőképesség tekintetében teherbíróbbá, egyszerre lesz költségcsökkentő és környezetvédelmi szempontból is előremutató az itteni fejlesztések sora, amitől azt várjuk, hogy további vendégészakák, további munkahelyek, további költések érkeznek a tóhoz, ami segít abban, hogy a friss forrásokkal, a friss bevételekkel jól gazdálkodva, együttműködésben, csapatban, szervezeti formában tudjanak a fejlődés útjára lépni ezek a térségi szereplők. Én nagyon köszönöm a pályázóknak, hogy szabályosan használták fel a forrásokat. Köszönöm azt is, hogy az eredmények azok önmagukért beszélnek, és valóban pályát ritkító és szemedgyönyörködtető fejlesztések jöttek létre apró források felhasználásával is. És a térségben élők és a térségbe érkező turisták, vagy az idegenforgalmi vendégészakáknak az eltöltő is azt érezhetik, hogy fontosak, hogy ők számítanak a kormányzatnak, számítanak a térség országgyűlési képviselőjének, számítanak az önkormányzatoknak is, és a Tisztató Térségi Fejlesztési Tanácsnak, és a jövőben is számíthatnak ránk, hiszen a mi kiemelt célunk, a mi kiemelt feladatunk az, hogy ezekhez a fejlesztésekhez megtaláljuk a forrást, megtaláljuk az együttműködő partnert, és azt a szervezeti formát, amiben ez az eredményesen le tud zajlani.